Népszerű sorozat színészre, Holton találtak rá New Orleans-i otthonában 44 éves korában elhunyt a Csi, Miami helyszínelők és a rejtélyek városának sztárja, Lisa Sheridan. A színésznő halálát szerdán a menedzsere, Mitch Clem erősítette meg a People magazinnak. Mindannyian nagyon szerettük Lisát, megrendített minket a halála. Hétfő reggel hunyt el New Orleans-i otthonában. Egyelőre várjuk a halott kém jelentését a halál okáról, nyilatkozta a lapnak Clem. Majd hozzátette, biztos benne, hogy a színésznő nem önkezőleg vetett véget az életének. Lisa Sheridan rengeteg, Magyarországon is vetített sorozatban tűnt fel, így például a New York-i helyszínelőkben, az nőcis tengerészeti helyszínelőkben, avagy a Mentalistában. A 2005-ös Rejtélyek városának egyik főszereplőjét és ő alakította kollégái a közösségi oldalakon gyászolják Sheridant, Van der Rizzo, akivel együtt játszottak az Only God Can című filmben, így búcsúzik tőle. Most kaptam a hírt, hogy drága barátom, Lisa Sheridan színésznő elhunyt. Hétfőn találtak rá. Itt ülök teljesen ledöbbenve. Lisa és én 5 évvel ezelőtt találkoztunk egy forgatáson, majd nagyon közeli barátokká váltunk. Olyan ritkán találkozni ilyen kedves, érzékeny lélekkel a filmiparban vagy ebben a városban, sőt, egyáltalán a világon. Leggyengédebb ember volt, akivel valaha összehozott a sors, írja Dr. Rizzo, akit a magyar tévénézők a Baywatch-ban láthattak. Nemrégiben beszéltem vele, de úgy tűnt, minden rendben van, jó kedve volt. Mindenki, aki ismerte, nagyon szerette őt. Viszlát, te drága angyal, nagyon fogsz hiányozni.